Sziasztok, kedves nézők! Az egyik kedvenc őszi ételemet hoztam el most nektek. Édes burgonyás gnyokki, édes burgonyás szósza, és finom kis kolbászos, daráthúsos falatokkal. Remélem, ti is kipróbáljátok, úgyhogy tartsatok velem, mutatom is, hogy hogyan készül. A pontos mennyiséget, hogy miből mennyit használtam, a leírásban fogjátok megtalálni. Először is az édes burgonyát megpucoltam, és bősós vízben puhára főzöm, puhára párolom. Ameddig fő, előkészítem a húsgombócot, amihez kettő fajta húsit fogok használni, darált húst és ezt a kolbászos disznótorost, amit ki fogok bontani a héjából, bőréből, és hozzá is adom a darált húsihoz, ez egy nagyon jó ízalapot fog adni. Fogom továbbá fűszerezni egy kis petrezselyemmel, csilivel, só, bors, vegeta, fokhagyma, kaliforniai paprika, de ízlés szerint bármilyen fűszert is használhatok. Ezt az egészet szépen összegyúrom, eldolgozom, majd henger alakú formájúra fogom formázni a húsit, amiből körülbelül 3-4 centis darabokat fogok vágni. Ez is ízlés szerint lehet egészen nyugodtan. Én akkora formákat szeretnék vágni, mint amekkora gnyokikat szeretnék készíteni. De mutatom is nektek. Egyébként én többször is szoktam használni ezt a kolbászos, daráthúsos egyveleget. Nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy nektek is ajánlom, bátran, hogy próbáljátok ki más ételekhez is. A húsit begyúrtam, jöhet is a formázása, mint mondtam, henger alakúra gyúrom, formázom, kisebb darabokat vágok belőle, amit még szintén egy picit átformázok, mutatom is, milyen lesz egészében. Ami szerintem már most nagyon-nagyon guszta, nézzétek csak. Most miután ezzel elkészültem, forró olajban óvatosan átpirítom őket, és miután átpirultak, külön ki fogom szedni, és a visszamaradt zsiradékban a megfőtt burgonyánkat kicsit széttöröm, átpaszírozom, hozzáadok egy kis kaliforniai paprikát, fűszerezem, só, bors, vegeta, csili, majd fel fogom önteni főző tejszínnel. Egészen krémes állagot szeretnék elérni, úgyhogy át is fogom turmixolni, és sűrűségtől függően még egy pici vízzel fel is fogom önteni, de szeretnék mindenféleképpen krémes állagot kapni. De mutatom is nektek, majd miután szép sejmes lett a szószunk, visszaengedem bele a húsit, elkevergetem, egy pár percet még hagyom főni, még utólag lehet fűszerezni, kóstoljátok meg ti is. Nagyon-nagyon finom lesz, nekem tényleg nagy kedvenc ez az ételem. Miután a krumplin kihűlt, el is kezdhetjük a gnyokkit elkészíteni. Kevés liszttel próbálom begyúrni, hogy maradjon minél puhább. A krumplit még melegen összetörtem, majd meg kell várni, hogy teljesen kihűljön, hogy tényleg ne vegyen fel sok lisztet. Változó, hogy mennyit fog felvenni. Puha, de gyúrható tésztát kellene, hogy kapjunk. Majd hengereket formázok belőle, és ugyanakkora darabokat vágok belőle, mint amekkora húsgombócokat készítettem, de mutatom is nektek. Picit még megformáztam a villával, és bő, sós, forró vízben puhára főztem őket, és mehettek is a húsgombócos édesburgonyás szószunkba. Elkevergetem, egy kis petrezselymel megszórtam a tetejét, és az ételünk el is készült. Szerintem nagyon-nagyon jól néz ki, és a legfontosabb pedig, hogy nagyon-nagyon finom, úgyhogy tényleg bátran ajánlom, hogy próbáljátok ki, ha szeretitek az édes burgonyát, akkor mindenképpen, ha szeretitek a fűszeres húsgombócokat, szerintem ez egy nagyon jó kombináció együtt. Tálaláskor még egy kis reszelt sajttal is megszórtam, úgyhogy mennyei finom lett, szaftos, ízes finomság. Remélem tetszett nektek a recept, ha ilyen kérlek, nyomjatok egy lájkot, tartsatok velem legközelebb is. További szép napot nektek, puszi, sziasztok!